És hát ezek ugye olyan tulajdonságok, amelyek nem elmagyarulhatóak akkor, hogyha egy laborban akarsz véges időn belül egy kísérletet befejezni. Hát az Eurohal mellett volt még az is, hogy a fejlődése itt történik, tehát a megtermékenyítés az már a vízben történik, tehát a teljes, a lárváknak a teljes fejlődése az a testnek. Én igazából csak azt szeretném kérdezni, hogy így mennyi idő körülbelül az, amikor így az egészségügy fogja tudni alkalmazni ennek a kutatásnak az eredményét, úgyhogy én milyen fontos fordulópontokra kell eljutni, hogy ez tényleg így használható legyen az egészségügyben. Vagy az értelmetlen kérdés? Igen, nem. Megválaszolnom, tehát így pontos évszámot, hogy nem fogok. Tehát először jó, tehát először, hogyha találunk valamit, hogy érdekeset a halban, akkor azt ugye igazolni kell, hát mondják, hogy legyen egy emlős modell szervezet, nem mindez így működik, de leginkább humán sejtkultúrákban. Tehát be kell bizonyítani, hogy az a jelátíteli folyamatocska, amit én találtam az erőadányokban, az ugyanúgy működik egy emberi sejtben. Most, hogy ez mindez megtörtént, és úgy néz ki, hogy valóban ígéretes dologgal állunk szemben, akkor jönnek aztán a mindenféle ilyen, hát ilyen tesztek, ezek a kísérleti dolgok, amiknek aztán több szintje van, attól függően, hogy milyen fajta beavatkozást csinálunk. Tehát az is lehet, hogy én egy gén, amit találtam, arra létezik egy valamilyen szintetikus molekula, ami azt ki, hogy bekap.